Manzafame. Manzafame Martinezhez, Szomália, hát Szomáliát azért nem lesz könnyű lefutni. Szomália elesik, nincs szabálytalanság. Vincsei középre adja, és gól! Vezet a Honvéd, Csámi! Megint megverték a Fradi védelmét, Vincsei középre tudta tenni, Csámi pedig a hálóba fejel. 1-0 a Budapest Honvédnak a második félidő elején, és abszolút nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül, mert a Honvéd sokkal jobban kezdte a második félidőt, mint a Ferencváros, és most már a vezetés is megvan Csáminak köszönhetően. Ugye az első félidő végén Csámi még nem tudott fejelni, azt a labdát nem érte el, ezt a labdát, ami már ott sokkal alacsonyabban volt, és ott pattogott, ezt viszont alig egy méterre a gólvonaltól be tudta stukkolni a kapuba. Lánzafáme jó labdája. Szomália elesik, ezt majd megnézzük, még Martínez középre adja. Itt úgy tűnt, hogy veszett a támadás, mert Vincsei rosszul vette át, mégis középre tudta tenni. Még egyszer az eset. Rosszul veszi át Vincsei. Csukics hagyja, hogy középre adja. Józsi lemaradt Csemiról, aki befejeli. Hát erről majd még nyilván fognak vitatkozni, főleg a Fradi rukkerek. Na, ez már a vége. Martinez úgy tűnt, hogy kitette a karját.